Ma reggel is jó reggelt kívánok! Egy ilyen téli hétvége kiváló alkalom arra, hogy kiválasszunk egy múzeumot és bejárjuk az egyik sarkától a másikig. Ma a Magyar Nemzeti Galériába kalauzolom önöket, ahol holnap kezdődik az új évad. Pénteken este 6 órától 10 óráig koncertekkel, tárlatvezetésekkel, kreatív sarokkal várják az érdeklődőket. Minden időszaki kiállítás késő estig nyitva tart. Például a magyar rapszódiák Felicien Rops belga mester kiállítása, aki lelki hazáját vélte megtalálni a határtalan vad Alföldben. A tárlat 3 nap múlva zár, de holnap még tárlatvezetéssel megtekinthető. A 19. Nemzet és Művészet, a Kép és Önkép, valamint Munkácsi Krisztus trilógiáját is érdemes művészettörténész segítségével szemügyre venni. Hiszen a kurátorok olyan háttérinformációkkal szolgálhatnak a nézőknek, amelyeket könyvekben nem olvashatunk. Munkácsi képeit nem lehet megunni, ha átsétálnak az állandó kiállításra, holnap este 9-kor Gimesi Péter művészettörténész segít önöknek eligazodni a remek művek között. Sőt, Siker és áhítat címmel Bellák Gábor előadását is meghallgathatják arról, hogyan kereskednek Munkácsi képeivel a műkereskedők. Egy pohár bor mellett a jazz színpad muzsikájába is belehallgathatnak, de ha a galéria honlapjára kattintanak, kényelmesen megkukkanthatják Ripl Rónai és Csontvári Koszka Tivatar egy-egy nagy felbontású festményét is. A nagyítóval kinagyíthatják a részleteket, az ecsetvonásokat jobban szemügyre vehetik, de azért élőben mégiscsak nagyobb élvezetet nyújtanak a remek művek. Ha hideg lesz azért, ha megenyhül az idő, azért érdemes egy szép péntek estét eltölteni a Budai Várban és a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállításokhoz jó szórakozást kívánok, holnap új ajánlatokkal jövök a viszontlátásra.